7 autó sérülésével járó balesetnél helyszínelt a rendőrség ma délelőtt Pécsett, a Maléterpál út és a Siklósi út kereszteződésénél. 4 mentőautó kapott egyszerre riasztást az esethez, stábunk helyszínre érkezésekor már elszállították a sérülteket. Információink szerint északi irányból érkezett egy személyautó, melynek vezetője valószínűsíthetően a jelzőlámpa piros jelzését figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel hajtott be a kereszteződésbe. A Maléterpál út felől érkező autóban ülő fiatalember így emlékszik az esetre. Onnan lentről jött az Alfa Romeo-s, mi jöttünk a keresztbe, és hát ott piros volt a lámpa. És ezzel abban nem fékezünk le, akkor oldalról belénk jött volna így, csak mi mentünk bele oldalról. Ezzel ennyi volt a történet. Neki meg kellett volna állnia. Nekünk meg tiszta zöld volt a lámpa, tehát szabályosan mentünk. Az volt a szerencse, hogy lefékeztünk, különben akkor nagyobb baj is történhetett volna. Az ütközés hatására az Alfa Romeo megpördült, majd szemből besoroló járművek oldalába ütközött. A belső sávban 5 autó és azok utasai szenvedték el az ütközést, egyikük szintén elmondta stábunknak, mit látott. Láttam az ütközést, összeütköztek, és utána csak azt érzékeltem, illetve már kezdtem a gépkocsiba félrehúzódni, mert láttam, hogy nagy sebességgel vágódik felém a gépkocsi. Utána berobbant valamelyik összetört autónak berobbant a szilánkja, az letekert ablakomon az teljesen beterített engem, az utasteremet, mindent, úgyhogy röviden ennyi volt. Ezután nem is érzékelt semmit, nem látta, hogy a többiek hogy sérültek meg? Nem, mert én nem bírtam az enyémből kiszállni, mert ez a felén, pont az én a vezető felül oldalon a ajtóm az összetört, illetve beszorult, úgyhogy mire én kimásztam, meg próbáltam a szilánkokat még a számból is kiszedegetni, addigra már szerintem a nagy többség kim volt a gépkocsiból. A rendőrség sajtóügyeletének utolsó információi szerint a balesetben 5 sérültek meg. 2 fő sérülése súlyos, de nem életveszélyes. Az érintett autók közül az utolsóban egy gyermek is utazott, őt és édesanyját megfigyelésre szállították kórházba. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.